Itt állok Velencén az egykori Meszlény kastélynál, amit még a 18. században építettek. Az épületet egészen 1990-ig használták, azóta pedig elhagyatottan, romosan áll. A velencei Meszlény kastély még a 18. század második felében barokk stílusban épült, majd a 19. század elején klasszicista stílusú szárnyakat építettek hozzá. A 18 szobás épület egészen 1945-ig a Meszlény család tulajdona volt, majd ekkor a minisztériumnak adták bérbe. 1948-tól állami tulajdonba került, és 20 évig gyógypedagógiai intézetként működött. A 60-as évek végétől a Vörösmarty Termelőszövetkezethez került, 1968-tól a TS konyhája üzemelt benne. Ebben az időben kezdett el roham tempóban leamortizálódni a kastélyépület. A rendszerváltás után az erősen leromlott állagú kastélyból szinte minden mozdíthatót elvittek. A 90-es évek elején az egykor gyönyörű kastély romosan, betört ablakokkal várta, hogy valaki megmentse. 1992-ben magántulajdonba került, és pár évre rá meg is kezdődött az épület felújítása, bővítése, ami az idők során abba is maradt. A kastély újjáépítéséhez szánt vadonatúj téglák évek óta az épület parkjában hevernek bontatlanul. A nagyon rossz állapotban lévő romos kastélyépület már több mint két évtizede várja, hogy valamikor újra a régi fényében ragyoghasson. Na szóval itt lehet látni az épület jellegi állapotát is, hát eléggé le van romolva 24-5 év alatt. Ugye mondtam a kommentárban, hogy ilyen TS konyha étteremszerűségként funkcionált. Hát ugye szabad a bejárás, illetve hát nem szabad, de hát kerítés sincs sok helyen. Ugye régen egy nagyon szép ilyen parkja volt neki, és az a baj, hogy ez is egy olyan kastély, amit ugye hát valamikor elkezdtek felújítani, valamikor, látjátok a téglából is, meg ugye találtam egy olyan cikket, hogy elvileg magántulajdonban van és elkezdték felújítani, de hát ebből valószínűleg nem lesz semmi. Nézzünk körül, hol lehet valahol bemenni, ami jobb helyen. Szerintem menjünk be ott, nem? Aztán ami érdekessége, van neki egy ilyen, hogy is mondjam, ilyen pinceszerűsége, vagy vészkiárat. Középen megy le, és ott jön ki körülbelül egy ilyen 20-30 méteres ilyen pince tudsz kombó. Azt megnézzük majd. Aha, itt lehet fölmenni, látod? A tetejére. Az emeletére. Ja. Hát ide nem fogunk fölmenni szerintem. De mégis. Nem túl egészséges, de fölnézünk, figyelj. Aha. Hát föl lehet mászni, de nem igen látom sok értelmét, mert gerendák, régi gerendák, ugye? Csinálok egy-két képet az. És akkor gondolom arra van a pince? Vagy egy másik részen, hogy nézzük. Hát ugye régebben, amikor még én jobb állapotban voltak, akkor így loptak innen téglákat a építkezésekhez. Ez lehetett valami központi bejáratszerűség. Pedig baromi szépen néz ki, jó a kialakítása, nekem tetszik. Aha, ez az egyik pince rész, ide is mellene kukkantunk. Itt ilyen kinti ilyen terasz-szerű volt, tehát ilyen kinti folyosó volt, és akkor innen nyíltak befele a szobák.
Aha, és akkor ez, amiről beszéltem. Hát ide nem fogunk lemenni. Szerintem, mert nem lesz... se lépcső sincsen. Sem pedig onnan nincs lépcső. Látjátok, milyen durván néz ki. Majd a másikban megnézzük, hogy hogy lehet egyáltalán oda jutni. Itt van egy pár ilyen tégla, ami van valami. VS. Ez, nem tudom, hogy mit jelenthet. Tető beszakadva. Itt látszik, hogy a tető az még... tetőcserepek nem olyan régiek lehetnek. Tehát azt valamikor felújíthatták. De hát itt a főgerendák is beszakadtak. Szóval, hát pont ez az a kastély, amit egyáltalán nem éri meg felújítani, mert többe kerülne, mint hogyha építenének valahol máshol egy teljesen újat. Nézd meg! KM Meszlény KM. Érdekes. Hát itt már el sem lehet menni arra fel nagyon. Hát az időjárás meg a időbeázás, elfogyás az mindent megold. Ó, basszus. Tele van szeméttel. Ez el van falazva. Látszik, hogy ez mostani. És most egy bejárat. De most van baszki. Hajléktalanok szoktak itt néha itt lenni. Lehet érezni ezt a bűzt. Aha! Itt van egy lépcső, nézd meg! És hát a lépcsőhöz hasonló dolog, baszki. Na, itt már vasgerenda van. Érdekes. Itt már vasgerenda van. Meg kőlépcső. Hú. Na, ez már tetőtér, látod? Na, ez tetőtér, és akkor itt valaha itt végigmentek valamikor. Durva. Aha. Nem. Nem a tetőtér, mert itt van még egy tetőtér. Na, itt vannak egy feliratok. 98. 99. 2007. Meg gondolom, ilyen 13, 14, 15 évig jobb állapotban volt. Régen milyen jó kilátás lehetett a Velencei tóra. Ezt nézzétek, hallod, ez egy fő, nézd meg, főgerende volt. Ezt figyelj. Szétmálik, basszus. Hát nem csodálom, hogy szétszakadt. Pont a fejem felett esett le. Durva. Nézzük meg egy ilyen pincét, mit szólsz hozzá. Ja. Melyik volt az? Magol. Itt ez. Aha. Húha. Hát. Ez lámpa kell. Na nézzük. Valahogy itt is egy lépcső volt. Nem tudom, mennyire omlós. Szerinted? Nagyon omlós! Omlós! Én úgy mondom, hogy omlós! Egy szerintem kibír. Ennyit sok kibír. Ja. Ez valami raktár? Ilyen a húzat, érzed? Ja. Ugye ezt mondtam, hogy ennek van egy ilyen kivezető nyílása. Aha, itt hajléktalan nyomok is vannak.
látjátok. De szépen ki van alakítva, ilyen... Ilyen neorenezánsz. Klasszicist. Aha, és akkor ezt mondtam, hogy... Ez ilyen pizza, de ezt nézzük már be ide. Csak nincs itt most senki. Aha. Ja. Ott egy izé tűzoltó cucc. Ja, ilyen kis társalgót alakítottak ki. Látod? Tehát ágy. Durva, hát nem tudom, ez mi volt. Mondjuk a festés elég érdekes, nem? Ilyen piros sárga ja. Színű. De ez utólag is rá lehetett. Érdekes, szerintem ez egy raktár épület, vagy raktár helyiség lehetett, de ezt neki tudja. Csináljuk ki. Jaj. Mondjuk még ez nem volt jó ötlet, hogy kihagyta ott mindent. Mondjuk kijön ide be. Nem mondjuk szerintem. Ugye gyorsan lenézek ide is. Ja, hát akkor oda nem megyek. Jó. Gyerek itt a tud. Elég rosszak a lépcső viszonyok itt. Na csak tégla van. Aha, és akkor itt lehet. Szerintem ez valami vészkiáratos dolog lehetett. Ha látjátok, ott van a fény. Azt mondtam, hogy ott... Nem tudom, lehet, hogy egy boros pince. Talán. Úgyhogy még tippelnem kéne. Na, szóval itt van a kastély. Egyik fő bejárata. És az az alagút, vagy hát pince rendszerszerűség, az valahol ott volt, ugye valahol nem itt volt, hanem középen volt. Középen volt. És akkor így jön, és akkor kicsit ferdén jön ki, és ide jön. Szóval ebből valószínűleg több volt. Tehát több ilyen pincerendszerszerűség volt itt a kastély alján, az egyik pedig ide jön ki. Hát nem tudom, hogy pontosan mire szolgál, ott van valami. Az micsoda? A jó nagy vasdarab. Jó kérdés. Igen, és ugye itt van. Itt lehet bemenni, és akkor be lehet menni, egészen a kastélyig el lehet jutni. Ott meg egy kapu. Ennyi igazából. Valami pince-szerű dolog lehetett, boros pincele tippelek. És ilyen a lépcső, ugye az összes por meg a kosz rászáll, és akkor nem lépcső alakja van, hanem ilyen hasonló. Ezért kell jó kis útveszes bakancs. Itt dupla ajtó volt, látod? Ja. Na így bentre csinálják akkor képeket? Ja, csinálhatsz egy pár. Ja, kéne a fény. Világítanod, ja. Basszus! Tudsz jönni? Öreg burasz. De világítottam bele. Ja. Zsírkó. Jó, oké, menjünk tovább. Ezt a főbejáratszerűséget nézzük meg, mert egész jól néz ki. Szerintem. Egész hangulatos volt szerintem, így elkérdezünk. Nézzük, itt is van egy ilyen. Ide is lenézzünk. Lenézhetünk, ha lehet gyorsan. Na, nézzünk le akkor, na. Na, ja. Lány. Na, gyerekek, van ezt a retkes lámpát. Nézd meg, hátra van valami. Szerintem semmi érdekes, ugye lépcső van nincsen. Téglákon kell lemenni. Ó, a régi üveg, baszki. Várjál. Traumi.
Itt valami szó, de ez műanyag. Ja. Ja. Aha, ez is ilyen pince. De szépen meg volt csinálva, ilyen boltíves. Ja, hát igazából csak szemét van itt lent. Vagy ez, az mi az? Egy ilyen tál darab? Azt már nézzük meg. Ha? Szólj, ha van arany. Ja. Ja, hát itt csak szemét van, meg újságpapír, ezt ennyi. Ez is ilyen raktásszerű dolog volt szerintem, ugye amikor még ilyen kajádaként működött még a 70-es, 80-as években. Oké. Ha! Fasza. Hát itt már elég erősen össze van szakadva a fülgeremták. Basszus. Hát ennek annyi. Még egy ajtódarab megvan, az a tipikus ilyen kastélyajtó. Húha. Hol? Ott át lehet menni szerinted? Itt a folyosón. Hát ja. Meg lehet mászni. Aha, nézd meg. Fülgerenda azért kis oda van. Megütnéd a szét is. Azt figyeld! Az még durvább! Azt kap ki te! Hallod, az egy ilyen fél tégla tartja az egészet. Azt a rohadt ér. Na, ezt mondom gyerekek, ezért kell vigyázni. Itt van az ajtó. Tehát itt valahogy emberek sétálnak, nézd meg, basszus, nem? Hát durva, gyorsan szerintem menjünk át alatta, nem? Ja, gyorsan, majd kerüljük itt. Csak nem dől most össze, hát eddig nem dőlt össze, akkor... Érted? Szerintem... Csak siess meg... Épp, hogy egy hajszát tartjuk. Óvatosan. Gyere! Halka meg óvatosan! Nem jössz? Az nagyon durva, hallod. Annyi tartja. Tehát az a tégla is még ferdén van rajta. Basszus. Na, egész szépen néz ki amúgy. Nekem még így is tetszik romosan. Aha! Itt volt a kandalló, vagy a tűzhely. Kályha? Valami ilyesmi. Látszódik, bár a kémények nincsen helye. Ugye? Ez ilyen, nem? Ja. Hát én elvittelek. De, hát füstös. Itt kályha, valami kandalló volt. Ekkora ajtók voltak itt, ugye. Hát milyen szépen zöldre volt festve. Itt meg csempés, itt volt a WC. Gondolom akkorja. Meg vagy a fürdő. Erre is el lehet menni. Ebben aztán meg nem mondom, mi volt itt. Ott egy melléképület is. Jaj. Ez a kicsit ilyen parasztházas feeling ez a külső folyosó. Itt vannak újabb téglek. BS. Na, az vajon mi a fene lehet? Vannak ilyen téglaszakértők, akik tudják. Húha! Mennyi főgerend a basszus! Az itt mind kiesett is sorba. Durva. Na, szépen elfáradtak. Na, és ugye akkor itt volt az egyik főbejárat.
nyilván akkor ez volt. Ez szépen meg volt csinálva. Főbejárat. Aha, látod, látod, itt kezdték el felújítani. Vagy kibővíteni talán. Látod? Aha, igen. Itt megvan ez szerintem. Igen, itt már ez a sokkal jobban ilyen levegősebb tégla. Ugye, ami legjobban szigetel az a levegő. Ez az új ilyen bramak tégla lehet, vagy valami ilyesmi. De mint látjátok, nem jutottak vele előrébb nagyon. Hát és akkor ennyi. Ez már a vége. Ez már, itt már teljesen katasztrófa, tehát itt már tető sincsen rajta. Itt sem nagyon van. Igen, igen, látod? Látjátok? Itt tele van új téglákkal, időzőjelesen új téglákkal. Szerintem ezt még olvastam valamelyik írásban, hogy talán még a 90-es évek végén elkezdték felújítani. Itt látjátok, hogy így van. Tehát ez a oszlopos része, ez régi. És csináltak ide új téglákból egy ilyen bejárati boltívszerűséget akartak. Vagy talán az is lehet, hogy nem akartak semmit, csak azért, hogy ne dőljön össze, látod? Itt láthatjátok, hogy zsírúj téglákat hoztak ide valamikor. És a mai napig nem kezdtek vele semmit. Itt állnak még össze szalagozva. Ott van valami csatorna, tudsz, ezt nézzük már meg, ha már itt vagyunk. Aha! Ez lehetett valami kút, azt a kurva! Jajjaj, várjál, ez így necces, hú, bazd meg! Elakadtam! Á, francba! Azt nézd meg! Ez egy kút! Bazzeg! Nagyon durva, valamit ágyat beledobtak. Itt láttadik, hogy a kastélynak inkább a keleti felét kezdték el kibővíteni. Nem is újjáépíteni, hanem kibővíteni, látod? Érdekes, aztán nem ad belőle semmi. Itt van egy villanyoszlop. Maradvány. Errefelé is elmezett az egyik ilyen pince rendszerszerű dolog. Szerintem itt több fele ágazó pince rendszer van, mint láthatjátok. Hát bunda. Ez bunda, vagy mi a rák ez? Olyan, érdekes kastély volt szerintem. Kár érte, főleg, hogy Velencén van. Tehát ezt megcsinálták volna, simán lehetne egy szálloda, nem? Tehát itt Velencén. Ja, durva. Ezt kukkoljátok meg. Na, gyerekek, összegezve azt kell, hogy mondjam, hogy igaz, hogy a kastélyt elkezdték felújítani valamikor a 90-es években, de majdnem, hogy biztos, hogy ezzel a kastéllyal nem lesz semmi se kezdve, nem lesz se felújítva, se hasznosítva, mint látjátok, menthetetlen, szóval ez még évekig, évtizedekig is így fog állni. Én Hanyagyuló voltam, sziasztok!